Interaktív tudományos park, festményreprodukciók, kémiai kísérletek, műhelymunkák, a Nivadók szellemi örökségéhez híven azok egykori szülőházában, főleg Tán Mór festészete és Tán Károly kémiai munkássága köré épültek fel a tartalmak. Rengeteg új a tevékenységbe kezdtünk bele, például ilyen a könyvkiadás, tehát 3 könyvünk jelent meg idáig, és most a 4. tervezzük. Például ilyen az újság, ugye a tavalyi évben indítottuk meg az Óbecse és Vidéke újságot. Például ilyenek a nagyobb fesztiváljaink, mint például a Gasztrofesztivál, vagy a Palacsinta Fesztivál, vagy a Méz és Bor Fesztivál. És ilyenek azok az interaktív programok, amelyeket a iskolán kívül szervezünk a gyerekeknek. A Magyar Nemzeti Tanács rendszeresen támogatja az intézmény működését. A Tánház Óbecsén a helyi magyar közösségi élet, ezen belül a kultúra, az oktatás és a tudományosság egyik kulcsfontosságú helyszínévé vált. Mindezek mögött, ahogy a minden egyes rendezvény mögött, ott állnak a célkitűzések mögé felsorakozó emberi értékek. Emberi tényezők, így a kitartás, a töretlen igyekvés, a munka és az építő szándék. És mindezek mögött ott áll a Magyar Nemzeti Tanács is. Szórakoztató kémiai kísérletekkel is emlékeztek Tán Károlyra. Szakálla Zsolt tartományi oktatási titkár is tűzbe tette kezét a vegyészként világhírt szerzett kémikus eredményei előtt. Minden ilyen típusú kezdeményezés, amely civil szerveződésként indul meg, nagyon fontos számunkra. Miért? És elsősorban, mivel a közszféra úgymond egyes momentumaiban nem igazán tudja felismerni azokat a lehetőségeket, amely a civil szerveződéseknek adottak. Így magában a Tán értelmiségi kör is egy olyan civil szerveződés, amely megragadta a lehetőséget és az alkalmat. A jubileum alkalmából az intézmény új szárnyában Skrabány Viktor óbecsei festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás. A közönségnek azt üzenem ezzel a kiállítással, egyik fő dolog, hogy meglássák az én fejlődési szakaszomat. Tehát születésem után nagyon hamar rájöttünk, hogy én nagyon erős velem született színérzékkel rendelkezem. És ahogy bírtam jobban mozogni a révai lexikonból, kitéptem a színes lapokat. Az impressionisták és Rubens reprói voltak. Skrabány Viktor kiállítása május 31-ig tekinthető meg az óbecsei Tán Emlékházban.